Sziasztok, én remélem mindenkinek jól telik a napja. Elnézést, hogy a mostani időszakban kicsit kevesebb videó van a megszokott lással, és egy picit összejöttek a dolgaim. De ez nem fog minket megállítani abba, hogy megnézzük a Wargamingnek a frissítésekről szóló videóját. Ugye már raktak ki nekünk a Wargamingesek egy videót, hogy milyen terveik vannak a 2024-es évre. Ugye ez egy nagyon rövid kis videó volt, ahol csak éppen részleteket mutogattak meg a terveikből. Itt viszont ugye februárban kiraktak egy ilyen részletesebb videót, illetve az újításokkal kapcsolatos videót, amire szerettem volna reagálni, ugye a twitch én ezt már a videót megnéztem, de szerettem volna külön egy YouTube videó keretén belül is reagálni el a erre a dologra, erre a videóra, úgyhogy nézzük is meg, milyen új hitásokat 2024-ben a Wargaming. Remélem a hangerő az jó lesz. Még több dinamikus pálya. Itt vannak az új uh, lengyel TD-k. Egyébként srácok, nem tudom, hogy hány emlékeznek rá, talán a veterán játékosok emlékeznek rá, hogy ezek a tankok nekem teljesen úgy néznek ki, mint a régi, um, azt hiszem a neve a SU 122 54-es volt, ami egy T-54-es testre épülő TD volt. 9 szinten, mozgék, hogy nem volt páncél, de igazán érdekes egy ilyen járgány volt, nekem teljesen arra, hogy emlékeztet ez a, ez a, főleg a magas szintű tankok, nem tudom, hogy ez hányan emlékeztek arra a tankra. Illetve szóval, srácok, itt a videó elején szeretném elmondani, hogy nagyon várom majd a véleményeteket a videóban látottakra, az elhangzottakra, amiket ugye én is mondok. Kíváncsi vagyok, mert ez egy biztos egy olyan téma lesz, ami, ami sokatokban érdeklődés vált ki, illetve majd nyugodtan írjátok le a véleményeteket a komment szekcióban, mert kíváncsi leszek rá, hogy mit gondoltok ezekről a változtatásokról. És akkor nézzük is meg az első változtatást. Tehát ugye beszélnek itt ugye nekünk a jármű balanszolásról. Legénységről, this year we are keeping improving the system and release more content to this in this episode and some upcoming uh -huh. the new achievement feature is on its way Új, will some more details later in the video we are also having a new strategy for our battle pass in 2024 so so again really, battle really pass is, this is in March. please stay until the end of the video i will give you some more context here now uh -huh. alex will take it from here and enjoy the show uh -huh. nah, so, well, les, les, glad ezek a dinamikus pályák, le, nyakatba nyakadba szakadt a Cepelin. Srácok, én ezt kérdeztem a, Twitch től meg a Youtube chatt-től is, amikor az élőben streameltem, hogy mit gondolnak ezekről az eseményekről, mert Ugye én úgy állok ezekhez, ez a random eseményekhez, hogy így tényleg látványosnak, látványosak, az azt talán tudom írni, szépen megcsinálta őket a Wargaming, de olyan tényleges hatása a mérkőzéseknek, vagy a mérkőzésekre nem igazán van, tehát nem igazán vettem azt észre, hogy ezektől a változtatásoktól a mérkőzések ugye dinamikusabbak lennének, nem változik összességébe annyit a mérkőzés, mert ugye mindig ugyanazon a ponton történik ugyanaz a dolog, csak ugye más időpontba, És ugye ezért ugye a random esemény az nem annyira random, de hát nyilván ez jobb annál, mint hogy ték fel random helyeken, meg random időpontban történnek. Képzeljétek el, hogy huldaloznátok valahol, és, és ez csak a nyakatokba szakadna a cepelén, és ki kéne onnan, de nem tudtok kifutni, mert akkor az ellenfél szétlő, és akkor így konkrétan a meccsetek az menne a kukába. Tehát nyilván azt nem szerette volna a Wargaming, de szerintem a látványnál többet ezek a dinamikus pályák nem értek el, Nyugodtan írjátok le a hogy ti amúgy szeretitek, használjátok, kikapcsoltátok, bekapcsoltátok, mi a helyzet vele. A Wargaming azt mondja, hogy a pozitív volt rá visszajelzés. A Cliff-en itt lesz a repülő. Karelia. Lehet, a Cliff változik, Karelia, Pilzen, Redshire, Siegfried Line és Molnovka. Brilliant, ez érdekesnek néz ki, az a részét. Redshire lezuhan a repülő, meg Zeppelin, aha. Malinovka-nak a hegynek a teteje változik. Hát nem tudom, egyébként ezen a pályán így is nagyon-nagyon sok az ilyen random törbelékes hullalmas pozíció. Ami vagyok benne biztos, hogy az a jó ötlet, hogy még többet belerakunk a Ez egyébként nem feltétlen rossz, mert ugye Malinovka néha nehéz amúgy a hegyen harcolni. Attól függően, hogy kihozza el, először azt a, azt a malmot ott a hegynek a tetején. Um, ugye aznak a csapatnak nagyon nagy az előnye, mert nagyon nehéz visszapusolni, így lehet, hogy amúgy több esély lesz rá, hogyha lehet, hogy ez pozitív hatás lesz

a, mi a, mi a ezt? Ezt a kocsit ezt ugye megsemmisítik, és ugye ebben ebbe a részen, ahol ugye a piros rész van, ott ugye felgyullad a, a, a terület, és akkor ott ugye sebződsz, illetve illetve hogyha ezt nézitek, ugye ez a rész itt lerombolódik, és akkor már le lehet jönni, úgyhogy ez érdekesnek néz ki egyébként. És meg kíváncsi leszek, Arcade Cabinet, egy játékgép. Visszatérnek ugye az éjszakai csaták. visszatér az elsőprő tűzerő játékmód. Uh -huh. ezek a, ezek a téli játékmódok. Ez van viszont valami teljesen új, és én nem tudom, ez mi akar lenni, srácok. Ez kicsit nekem olyan, hogyha ismeritek, hogy mostanában szoktak rendezni ilyen EBR versenyek, ez az a lényeg, hogy, hogy pályákon felrajzolnak különböző útvonalakat, és az elbéreknek ott kell végmenni, és nem összetörni magukat, és minél gyorsabban beérni a célba. Ez valami olyasmi akar lenni, de itt ugye T44 százakkal mennek, és ez valami akadálypálya akar lenni, vagy, vagy egy ügyességi pálya, nem tudom, nézzétek ezt meg, hogy a, hogy a környezet az folyamatosan változik, és akkor ez, a, ez alapján kell végigmenni. Ez amúgy... Figyeljetek, amúgy ez nem, tehát ugye ez semmi köze nincs a World of Tanks-hez, de attól még ez nem feltétlenül egy rossz dolog, mert szerintem lesznek a játékosok, akik majd ezeket csinálgatni. Nyilván aki a tankok miatt, meg a maga az egész történet miatt, vagy nem történet, az egész történelmi dolog miatt játssz ezt a játékot, annak ez, a játék teljesen idegen lesz, de szerintem meg egész sok játékos viszont élvezni fogja. frontline. farming in front line, and so do I. Now we've made it even more interesting with the dynamic system each scenario has a set of rules that can change the course of the battle. Én nem vagyok egy nagy frontlános, úgyhogy én ezt nem tudom egyébként, hogy ez milyen. De én hallottam olyan játékosoktól, akik frontlánt játszanak, és hogy ez a, az, hogy mindig másfajta csatába kell játszani, ez nem a legjobb. Ez az. Még több arti. The twist of fate scenario allows you to pick one of two random reserves when you reach certain ranks. It adds an element of surprise and lets you create unexpected reserve combinations. We hope the scenario system adds some zest to every battle you play. Mert ugye én nem játszom frontline-t, ugye frontline nekem egy nagyon unalmas dolog, és tényleg csak arról szól, hogy grindolni kell a krétet, és én azt inkább random csatába csinálom meg, mint frontline-ba. De ugye teljesen megértem, hogyha valaki stresszmentesen csak be akar menni a frontline csatába, és ott akarja farmolni a krétet, ezzel nincs is semmi probléma. Lehet, hogy ez egy, ez egy, picit tényleg izgalmasabbá teszi ezt a grindolást. Nem tudom, ezt is írjátok meg majd kommentben, hogy nektek erről mi véleményetek, mert nekem semmi közöm nincs a frontline Nem játszottam két éve egy frontline csatát sem. Are just part of this year's

Tehát, hogyha 50 méteren belül, belül lőttök, akkor adja ki a maximum sebzést, és ahogy egyre távolabb és távolabb értek a célponttól, ugye úgy fog egyre kevesebbet sebezni a löveg. Szóval, ahogy távolabb értek a célponttól, mint ugye az 50 méter, annál kevesebbet fog ugye sebezni a löveg. És egy ugye teljesen új játékmechanika lesz, hogy ez egy jó dolog vagy rossz, um, ezt majd megnézzük, ezt tesztelni akarom, erre mindenképpen kíváncsi vagyok, Nekem alapvetően tetszik az ötlet, hogy mondjuk nem tudott 500 méterről a TD belén vágni maximum sebzést. Megnézzük, hogy ez majd gyakorlatban a játékmenetben uh, milyen lesz. Illetve arra vagyok kíváncsi, hogy ezeknél a tankoknál lesz-e frontpáncél ahhoz, hogy közel az ellenfélhez, és ugye tud lövöldözni, uh, vagy a be tud vinni a tankra, tehát hasonló tank lesz -e, mint mondjuk egy E3-as, egy V4-es, hogy a páncél által ugye közel tudsz kerülni az ellenfélhez vagy egy papírtank lesz és nagyon ügyesen kell megválasztanod azt, hogy mennyire mész közel az ellenfélhez meg hogy, meg hogy hogyan támadod meg az ellenfelet erre mindenképpen kíváncsi vagyok, de ez egy érdekes játék manikának néz ki tehát nézzétek meg, a hogy ugye 50 méterről a max sebzést okozza. 275 méterről már, ugye a mouse -ok itt a fél HP-át de nem tudom, hogy ezek, ezek a csikok mennyire lesznek pontosak, hogy ez, ez csak ugye, hogy, hogy a prezentáció jó legyen, ugye valamennyit levonnak belőle, és nem, tehát a, a, a valóságot nem fogja tükrözni,

I'd love to tell you more about light tanks, but they're currently under active development. All I can say... Tehát akkor vala, tehát ez nekem azt mondja, és el, hogy elő fogjuk megkapni a lengyel TD-ket, mint a cse um, könnyű tankokat, és hogy ugye, biztos már kérdezitek, hogy de mikor jöhetnek be a cseh TD-k? Hát én nem gondolom, hogy hogy a a tavasz második felénél előbb megkapnánk ezeket, tehát inkább sokos második fele esetleg nyár eleje az amit én tippelek hogy akkor bejön az új ág. They should definitely offer something unusual. De erről ugye nem kapunk semmi információt ugye mi jönnek lesznek azok a tankok. The game for many years and we haven't forgotten about them. The balance department is constantly working to improve the game's quality. And they have two rebalances for you this year. Now, we can tell you about the first one, which is coming this spring. The upcoming rebalance will bring changes to 4 Tier. And it And hard to counter for a long time. We will keep its strengths, though planned changes will make it easier to play against. Tehát így azt mondja a Wargaming, hogy az Eszkonk az nagyon-nagyon sokáig erős volt, és azt hiszem hogy egyébként az Eskonk az 2017-ben jelent meg a játékba. Nem emlékszem pontosan, de ez, valamiért ez a, az évszám dereng itt a fejembe. És azóta tényleg az egyik legjobb nehéz tank a játékba, Ugye az, az, összes jó játékos megkérdezitek, ugye, hogy melyik mondjuk a top 3 nehéz tankja a játékban, az Eszkong szerintem mindenképpen ott lesz a mindegyik játékosnak. Ugye ez egy olyan tank, ami, amihez tényleg nagyon sok játéktudás, illetve, illetve tapasztalat kell, hogy igazán ki tudjátok használni. Ez a tank ugye átlag játékosnak nem nagyon szokott működni, mivel a páncélata az csak bizonyos szitukban működik, ki kell használni a jó DPM-et, ki kell használni a jó ágyút, ugye nincs magas alfátok, ezért alapvetően is nehezebb használni, mint nehéz tank, nehéz tank de én is nagyon-nagyon szeretem, lemárkoltam a tankot 50 féle módon, csak a pölőszerrel, a PCR rel damage rekordot döntöttünk, tehát mindenhogyan már ugye megpróbáltam ezt a tankot kimaxolni, és hát ugye le lehetett ezt tudni, hogy ha a VZ55-höz hozzányúltak, ugye, ugye az is lehetne legalábbis a tára akkor az Eszkonk sem fogja ezt elkerülni, hiszen a másik. Tehát, ha megnézzük a statisztikákat a Wargamingesek, akkor nyilván az Eszkonk is statisztikákból ott van a top helyen, úgyhogy biztos volt, hogy hozzányúlnak valamit. Ugye itt a videóban nem fogják elárulni nekünk azt, hogy mind fognak változtatni ezen a tankot, csak ugye azt mondják el, hogy mi is volt itt. Rendkívül hatékony. Igen. Erősségét megtartjuk. Ugye mi az erősség az eszkonnak? Az ágyú, tehát a jó a lövegkezelhetősége, jó a dpm a pontos, illetve jó a torony páncéja. Tervezett változtatások megkönnyítik az ellene való játékot. Tehát nem tudom, hogy ez azt jelenti, hogy, hogy, most nerfelik a páncélt valahol, mondjuk kupolán, vagy ilyen helyeken. Viszont mit, írtak itt? Megkönnyítik az ellene való játékot. Itt volt előtte egy mondat. Nehéz volt ellene harcolni. Igen, megtartják az erősségeit, azonban a tervező változások megkönnyítik az elene való játékot. Tehát nyilván meg kell várnunk majd, hogy, mi, hogy mihez nyúlnak hozzá. Én az eszkonkon egyébként őszintén nem változtatnék az égvilágon semmit, adnék neki egy akkora kupolát, meg olyan könnyen előhető kupolát, mint ami az e van, és egy teljesen jól balanszolt járgány lenne. Szerintem, ugye ezt nagyon sokszor elmondtam, az e az egy nagyon-nagyon-nagyon jól balanszolt tank, mert egy jó játékos nagyon jókat tud vele gurulni, viszont egy aki ellene játszik, nem érzi azt, hogy nincs esélye amúgy az e szembe, mert ugye a hatalmas kupoláját azért el tudják lőni. Tehát az eszkornál is, hogyha a kupolának a méretét vagy, nem is a méretét, de legalább a páncél értékét megváltoztatnák úgy, hogy legalább annyira könnyen el lehessen lőni, mint a, mint az eltősnek, és semmi más nem változtatnának rajta, akkor szerintem ez egy teljesen, teljesen korrekt, balanszolt tank lenne, viszont attól félek, hogy a Wargaming ugye nem nagyon szokott páncélmodellhez hozzányúlni, tehát az elmúlt években nem nagyon volt olyan, hogy, hogy a páncélmodellt változtatták volna, meg mondom azt, hogy egy kupolát nagyobbra csináltak, hanem inkább csak a páncél szoktak szórakozni, följebb viszik a számot, vagy lejjebb viszik a számot, és kíváncsi leszek, hogy itt a Wargaming az mit főz ki nekünk, remélem, hogy nem teszik tönkre a tankot. The Itt It nerfelik ugye a Contra és így azt mondták, hogy amúgy difficult to crack, tehát nehéz kiásni a hulldownból, de az baj, nem nehéz kiásni ezt a tankot a hulldownból, hanem lehetetlen kiásni ezt a tankot. Ha az arti nem bontja ki, meg hogyha nem spemelik mondjuk 5 tank repeszlőszerrel, akkor ezt a tankot nem bontjátok ki a, a, a akkor azt az oldalt el kell engedni.

Szerintem egyébként ugye a PZ7-esnek, amit ugye adni kéne, az jó pár dolog, de a streamben említettem, hogy szerintem a mozgékonyságán kéne növelni. Ha nem is a végsebességeket növelik, hanem azt a sebességet, ami van, érje el gyorsan. Tehát adjanak neki mondjuk egy ilyen, nem tudom, hány száz plusz lóerőt, hogy a lóerő per tonna aránya az felmenjen. Tehát azt a sebességet, ami van neki, az gyorsan el tudja érni akármilyen terep típuson, vagy talajtípuson. Illetve vegyék le azt, hogy ennyire érzékeny legyen, mert ugye bárhol kap ugye elől lövést, akkor mindig motorsérülés kap, kigyullad a tank, tehát ezen is javíthatnának. Ugye a tornyán, ugye a löveg mellett a két részen ott ugye nagyon könnyen el lehet lőni, azt mindenképpen erősíteni kéne. A test, testpáncél azért nem nyúlnék hozzá, a testpáncél az maradjon úgy, ahogy van. Esetleg ezek a teretöréseket állítanám egy picit erősebbre, de még ha azt nem is teszik meg, de rendben van, a tornyot azt, azt mindenképpen hogy erősítsék ott a löveg mellett. A löveg az töltsön gyorsabban, legyen egy picivel jobb átütés értéke, legyen pontosabb, legyen uh, kellemesebb a, a és ez a tank rendben van. Tehát, hogy nem, nem kell itt szétbufolni, egy pici, picit adni a mozgékonysághoz, meg amit előbb említettem, és szerintem ez egy teljesen jól balanszolt, jól játszható uh, járgány lesz. Soha nem lesz az a legjobb nehéz tank a játékba szerintem, a, ha csak nem ugye túl, túl minden értéket rajta, de egy, szerintem egy kellemesen játszható, normális nehéz tankot lehet ugye kihozni ebből a járgányból. Ezt, hogy, ezt, nem értem, srácok egyébként, hogy a fosbét b azt, azt, uh, azt, miért erősítik. Ez itt, itt, a videóban is elmondják, hogy néha nehéz kihasználni. De a fosbének nek pont ez a lényege, hogy ha kaptok vele egy közarci pályát, egy Himmelsdorfot, Párizst, um, Ghost town akkor ugye meg tudjátok azt csinálni, hogy közel mentek az ellenfélhez, ugye dupla és kitárazzátok azzal a hatalmas, bird, hatalmas burst ami ugye van neki, és akkor tök jó a tank. Viszont ha kap egy prohorovkát, ahol snipolni kell, ahol ugye az ágyú nem a legpontosabb, meg pici az alfája, és ott nem igazán tudtok egyszerre kitárazni egy tankot, messzire kell lőni, nem annyira jó a löveg, ott pedig nem olyan jó. De pont ezt teszi szerintem balanszoltál, hogy vannak, vannak szituációk, amikor nagyon jól működik, illetve vannak szituációk, amikor, amikor nem annyira jól, és akkor ez így teljesen egy szintbe hozza magát, és akkor egy balanszolt tankot lehet belőle kihozni, már mennyire lehet egy tank balanszolt, ami, aminek ugye 2400 burst -e van, tehát nyilván, hogyha, hogyha valakit elkap egy a városi pályán, és kitározza teljesen full hp ről akkor nem azt fogja érezni, hogy ez a tank balanszolt, viszont, hogyha belegondol ugye a nagyképbe, hogy összességében mennyire nehéz ezt a tankot kihasználni, ez a tanka nem lövöldöznek, a, még a nagyon jó játékosok sem 5000 fölötti átlagsebzés, sőt, még a 4000 is néha nehéz összehozni ezzel a tankkal. Tehát szerintem ez a tankhoz nem kellett volna hozzányúlni. Nem, szerintem ott van például a t 62 a vagy mondhatnék pár másik nehéz tankot, vagy pár nem csak nehéz tankot, bármilyen bár másik uh, 10-es tankot a játékba, vagy ennél többet, ami, ami inkább megérdemelte volna azt, hogy erősítsék. A Forzs, ez ami, annak érzem, mint a T-57 heavy A T-57 Heavy szerintem egy tök jó balanszolt tank volt, és a még úgy gondolta, hogy felerősíti, és most az egyik legjobb nehéz tank a játékba. Nem mondom, hogy panaszkodom, vagy valami, de szerintem más tankok jobban megérdevelték volna no, mint például a PZ7-es már akkor megérdemelte volna, hogy felerősítsék, mert a t 57 nem volt gond, annyira, viszont én nem is annyira, az egy balanszó tank volt, viszont a pz már akkor is szar volt. Úgyhogy ne nem értem ezeket a tank választásokat a wargaming -nél. Kíváncsi leszek, mennyire lesz meta ez a fos. És akkor a tank ennyit, ennyi, tehát hogy a, amit ugye itt elmondtak nekünk, hogy a Minotaurot nerfelik, a Eskonkot nerfelik, a, a Fosbét azt bufolják, és a PZL-test azt bufolják. En, ennyi az, amit itt elmondtak nekünk, és ez az első ilyen tank balansz, amiről ugye így beszéltek, és azt mondták, hogy ugye kettő lesz, tehát ezen kívül majd várunk még egyet. Ugye említették, hogy a becsetet is majd erősítik, meg ezeket lehet, hogy ez majd a, a, a következő, következő ilyen frissítésbe kapjuk meg. The game experience is being improved both in battle and in the garage. That's why we are The perk system will be changed later in this year, but improvements to all-round comfort are coming very soon. The a a, a mind The level of your crews it will be replaced by crew efficiency bonus, which will show the effect of things like brothers in arms or ventilation. You will be able to move any crew in a suitable tank immediately, unleashing the full potential of its characteristics. Reassigning mm -hmm. a crew without retraining you won't get a penalty to vehicle dynamic characteristics instead crew perks will be blocked after retraining for free ah. for chance, perks will work but with reduced efficiency until the crew receives uh -huh. xp to A legénységnek van a fő képzettsége. Tudjátok, ugye van az 50%-os legénység, a 75%-os, a 100%-os, meg ugye 100% fölé is lehet tolni a különböző ugye, pótkaja, meg ugye, amik ezek ráadnak a fő képességre. És akkor ezt most le fogják nekünk cserélni egy ilyen legénységi hatékonyság számra. Mert ugye most, hogyha újra képzel, tegyük fel, van egy legénységed, amin van 5 skill, és mondjuk a, mondjuk a palancsok az ugye 120%-on van, a, a, többi legénység, meg ugye 130-on, mert mondjuk a, szellőzés is használsz, meg potkát is, meg mit tudom én, és ugye újra képzed, arany nélkül, akkor ugye a legénység nem a, a magából a perkekből fog veszíteni XP-t, hanem ugye a fő képzettségből, és ez miatt ilyen rosszabbak lesznek a karakterisztikák, tehát lassabban töltötök, um, lassabban töltötök, lassabban megy a tab, minden ilyesmi, lassabban céloztok, stb. stb. Viszont ugye van erre egy módszer, hogy a mostani uh, szituációban is, az az, hogy újra képzel, vagy újraosztod a, 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 legénységen a perkeket, tehát visszaállítod a perkeket, úgy képzed újra a legénységet, és utána ugye kiosztod a perkeket, akkor a perkekből veszíted el azt az XP-t, és akkor ugye a perkeknél veszíted el uh, azt a, azt a hatékonyságot, nem pedig a főképzettségből. Most a Wargaming ezt megfogja, és ugye egyszerűsíti ezt a rendszert, hogy most már nem kell ezzel szórakozni, hogy visszaosztani a skilleket, úgy átképezni a legénységet, és akkor ez így jó lesz, hanem most már minden legénységet, amit átképeztek, ami nem aranyból történik, akkor a, a, a perkek nem lesznek annyira hatékonyak, nem pedig a főképességből veszít a legénység, ami alapvetően szerintem egy jó változtatás lesz. Itt ez szerintem is így van. Igen will Hát szerintem srácok, én a tömkéz fiókon ami 11 éves, nagyon sok ilyen könyvet fog kapni, mert ott nagyon sok legénységem valami ilyen egy skill fél skill még egy skill sincsen rajta, 75 os soha Lássuk be, szerintem ti sem, meg én sem, főleg aki ugye a régi fiókkal rendelkezik, nem nézegetjük a, a barakot. Én legalábbis én nem nézegettem sose, Ugye biztos, hogy szerintem ez is egy alapvetően jó dolog lesz, mert akkor így meg ezeket hogy rá lehet fordítani majd az új a meglévő legénységekre, hogy ugye adtok nekik XP-t, úgyhogy alapvetően szerintem ez egy jó dolog lesz. Uh -huh. Tehát a speciális a, a hírességeket azokat mindenképpen megtartjátok. Kitüntetések. Content has appeared in the game over the years. And it's not always clear what you've achieved and what you still have to aim for. The new achievement system will help you with that. Mm -hmm. Eventually, it will cover many aspects of the game. But at first, it will focus on the most important one: the vehicles. Mm -hmm. This new achievement system will be of great help to tankers, both seasoned van egy and van nekünk egy ilyen kis, uh... progress bárunk, egy ilyen csikunk, hogy hol tattuk, ugye az összes járműnek a kifejlesztésébe, az összes a nemzeteknél ugye a tankoknak a kifejlesztésébe, illetve itt a személyrez haphatóságba. And new. Initially, there will be several sections. The first will be a record of all your researched vehicles of different types, including rare tanks, The second will show your progress towards researching vehicles in different nations. Uh -huh. The third will keep a record of all the customization elements you have received and can receive. a Aha, nem néz rossznak. Fun, but it's even better when you get a reward for it. Na és itt akadtam ki a tegnapi streamen, srácok, ezt hallgassátok. Itt van az, hogy egyes kitüntetésekért értékes tárgyakat is kaphatsz, mint például... Get items, such as rare dog tags. Tehát srácok, most legyünk őszinték egymással. Tehát ben van ez a dog tag a játékban, én nem is tudom, másfél éve, kettő, egy éve, fogalma sincs. Én nem láttam még olyan játékost, aki, akit ez izgalomba tudott volna hozni, hogy milyen doktag van. És megkérdeztem tegnap a Twitch-etet, meg a youtube csatornát is, hogy mit gondolnak erről a dologról, hogy valala, akit ez ugye izgalomba tud hozni, és nagyon sokan azt írták, hogy életükben meg se nézték ezt a, ezt a dogteget, illetve pár ember írta azt, hogy egyszer beállított valamit, és azóta soha az életbe nem nyitotta meg az adott fület. Úgyhogy szerintem a value dolog az, az nem ezt jelenti. Tehát ugye nagyon sok, volt, volt egy uh, srác a, a twitch aki írta, hogy 11 éve játszik a játékkal, és kifejlesztett minden tankot, minden nemzetből, és konkrétan szinte semmit nem kapott. Oké, és megkapta azokat a kis plecsniket a, a személyes rekordba, de összességében nem kapott semmit. Szerintem a value tehát az értékes nyeremény, az, az valami olyasmi lenne, ami, ami tényleg kézzelfogható. Kapsz aranyat, kapsz XP-t, kapsz szabad XP-t, esetleg egy külön tankot azoknak a játékosoknak, akik, akik megszerezték az összes tankot, vagy megszerezzék az összes ilyen plecsnit. Tehát mondjuk egy nem kell magas szintű tankra gondolni, egy hatós tankot, ami csak nekik van meg, egy nyolcos tankot, ami csak nekik van meg, akár még tízes is lehetne, még az sem feltétlen baj, hogyha nem a legerősebb tízes tankot kapnák meg, hanem egy, jó, egy, egy a játszó tankot, de az, az valami, de az, hogy, az, hogy dokteget kapnak a játékosok azért, mert beleölnek nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok órát, időt, energiát, pénzt a játékba, vagy kiúzanak mindent, szerintem ez nem válből. Szerintem még az is jó lenne, hogyha azzal, ugye biztos, vagy azzal, Bátorítanák a játékosokat, ugye a wargamingesek arra, hogy kiúzzák az összes tankot, vagy az összes nemzetet, meg, meg ezeket kiúzzák az emberek. Hogy azt mondják, hogy ha elérted 25%-ot mondjuk az összes tanknak, amit ki lehet fejleszteni a játékba, vagy megszerezni a játékba, akkor mondjuk kapnál egy. 5%-kal több XP-t csatánként, 10%-kal több Kreatet csatánként. És az már tényleg valami kézzel fogható dolog lenne, és az tényleg arra buzdítaná szerintem a játékosokat, hogy igen, akkor ezt is kiúzom, ezt is kiúzom, akkor ott a több bónusz kapok, ott már nagyon jó lesz, stb. stb. Az, hogy dokteget kapok, az engem nem tudna motiválni arra, hogy kiúzak mindent a játékba. We've got more good news for you. No. The trial period will soon be available for What Plus. Uh ah. You will be able to check out its advantages for free. Gold reserve. Most itt az a kérdés, hogy hány, most itt ugye azt mondják, hogy ingyen ki lehet majd próbálni a Vot plus -t. Gondolom ez olyan lesz, mint hogy most már elég sok szolgáltatást csinálja ezt a világon, hogy adnak neked három napot, vagy egy hét ilyen um, ingyen kipróbási lehetőséget, ugye ezzel ugye azt mondják, hogy hát, hát ha ugye az embereknek megtetszik, ugye alapvetően, tényleg fel, ez olyan játékosokat céloz meg, aki alapvetően nem fizetne a Volt Plus-ért, tehát, egy nem érdekelte a dolog, hogy fizessen érted, de kipróbál, és azt mondja, hogy, az ez tökéletes, hogy amúgy bannolhatok még egy pályát, ugye kapok, ugye aranyat, uh, mindjárt leszereltem a felszereléseket, és akkor mm, ezért az árért egyefene előfizetek. Biztos, hogy lesz majd ilyen játékos, és a Vorvén meg ezeket próbálja meg megszerezni, úgyhogy alapvetően ez nem feltétlenül egy rossz dolog. Legalább ki lehet próbálni, hogyha valaki kíván. Tehát, vala... sokan voltak olyanok, hogy, hogy kérdezik tőlem, hogy megéri a VOTE+. Plus. És azt szoktam mondani, hogy a Batmust alapvetően egy jó árértékarányú termék, de így akkor ki tudják próbálni maguknak, hogy igazából, hogy mit is ad nekik, vagy milyen, milyen előnyökkel jár, és akkor el tudják dönteni, hogy nekik ez megéri ennyi pénzt havonta, vagy nem. Kérdéses, hogy ezt majd hány napig lehet a... megszerezni. Na no, de Batmust happen. We have three az, az első hír az az, hogy lesz. Tehát hogy nagyon sokan kérdezték, hogy most mi van a Battle pass mert most ilyen megy ez a, ez a rövid, ilyen dűne szezon, második felvonás történet, és utána ugye majd márciusba indul a normál Battle Pass, és három felvonás lesz az évben, mint ahogy megszokhattuk. Megint lesz valami kollaboráció, csak ugye nem beszéltek meg róla. The next one will be in June, dedicated to <inaudible> the, the anniversary that's actually happening this year. So we will have a dedicated battle pass chapter as part of the history, uh, covering a lot of different beats uh, regarding the D-Day or Normandy campaign. Uh, and we have a last one towards the end of the year, which I can't tease too much of right mm -hmm. now as well. But let me tell you that it's related to a very famous game mode, and we have something really, really good cooking. A WarGaming főz nekünk itt valamit. És ugye kapunk két új tankot, két új 9-es tankot ugye a Battle Pass-ba, itt az egyik, a TT-130-as, és amit láthatjátok, ugye ez egy, ugye a Kamóból lehet látni, hogy ez egy csehszlovák tank, és vannak rajta rakéták, tehát most már a csehszlovák tankjétokkal is lehettek rakétás majmok. A másik pedig egy amcsi TD, a TS-60-as, borzasztóan néz ki. Na, csak szeretnék róla, ezekről a tankokról egy pár szót említeni. Tegnap megnéztem a statisztikákat a, a tanks.gg, mert már elérhetőek, hogy milyenek is lesznek ezek a tankok, és a TT-130-as, összességében szerintem nem lesz egy olyan nagy dobás, ugye azért, mert nem igazán lesz DPM mértéke, ugye nem lesz rajta a táros ágyú, ugyanaz az van rajta, mint a 10-es vézén, tehát ugyanazok az átütés értékek, amik ugye 306-os apc még 9-es az, az, nem feltétlenül annyira rossz, tehát az használható lesz, de a DPM értéke az, az nem lesz jó, még hogyha fullos legénységgel, felszereléssel használjátok. A páncéja az nem lesz rossz, viszont a mozgékonság az eléggé me lesz, Um, nekem ez a tank összességében, ja is, illetve 5 fok lövegsüllyedés csak, illetve van rajta egy eléggé nagy kupol, amit el lehet lőni. Úgyhogy nem tűnik annyira jónak, így első ránézése, de nyilván amint lesz lehetőségem, ezeket a tankokat ugye ki fogom próbálni, és ugye bemutatom nektek. Viszont ugye a TS60-as, ez a tank, nem néz ki rossznak, ez, ez érdekes, tehát itt van DPM, itt azt hiszem a DPM-et egészen 3600-ig fel tudtuk küldeni, ami a tier 9-es nem rossz, hogy vannak rá jobbak is, mint mondjuk a Tortó. Azt hiszem, hogy Aktiger is ilyen, ilyen vagy a Aktiger is nézel DPM-e van, mindegy, arra nem emlékszem. De olyan, hogy ennek a annak jó lesz az ágya, jó a DPM értéke, jó az átütés értéke. A páncélja sem néz ki annyira rossznak, úgyhogy ez mindenképpen egy, egy érdekes tagnak ígérkezik. A kettő közül majd talán ezt akarom inkább megnézni, hogy ez mit tud, de mindenkettőt teszteni fogjuk, amit van ezt lehetőségem. Now, it will be even easier for everyone. Three tokens from the collections will be added to the free progression. One token for each chapter. Addition. Tehát amúgy itt azt mondják el nekünk, hogy ugye most va van, van ez a gyűjtögetős dolog, tehát volt ez a, az a gyűjtögetős dolog, hogy ugye a kilenc token mellé három extra tokent lehetett szerezni. Ahogy egyébként srácok, itt most próbálom elmagyarázni a Battle Pass, de én sem vagyok biztos minden a uh, paraméterben, minden számban, jó-e. Úgyhogy ha hülyeséget beszélek, akkor nyugodtan a komment szekcióba írjátok le, hogy elit hülyeséget beszéltél, mert ez így van. Ugye, és akkor itt azt mondják, hogy ezt összevonják, és most már az ingyenes szakaszba lehet majd gyűjteni 12 tokent. Illetve itt azt mondja nekünk a Wargaming, hogy rendszerezik a tankoknak az árait, ami nekem furcsa, mert hogyha megnézitek, akkor ugye itt a, a, az Object 777, az ugye 12 kerül, és ugye ez a tank általában ugyanannyiba szokott kerülni, mint ugye a Féz 1 meg a Sárfutur, ugye nem mutatják, hogy mennyibe kerül a Sárfutur, meg a fézegyes, 1-es, hogyha jól emlékszem, azok a tankok mindig 9 tokenbe kerültek, Ám most vagy megemelte a Wargaming a zárát ezeknek a tankoknak és ennek a kettőnek itt alul, vagy pedig az megint egy külön kategória, ezt majd kiderül, meg ez, ezzel foglalkozunk akkor, amikor ugye a Battle külön kirakják a cikket. És akkor itt ilyen három darab, három vagy négy kategóriát látunk. Ugye itt van a 28-as kategória, a 20-as kategória, illetve a 12-es kategória. És ugye megnéztek az új tankok közül, a TT-130 az egy olcsóbb tank lesz, mint a TS-60, ugye itt 20, token, 20 tokant kell ugye kipengetnetek, és itt pedig 28-at az új TS-60-asért. Ami ugye meglepő lehet, srácok, hogy ezeknek a tankoknak az ára nem csökkent. Nem tudom, hogy a Wargaming az mi a túrót akar ezzel a KPZ 3 assal itt 28 tokenér, senki a világon nem fogja kivenni ezt a tankot, maximum az, akinek már minden megvan, mert ugye mindenki látta a beutatót a videósoktól, hogy ez a tank, ez hulladék, nem értem, miért nem rakják le ide a 12-es kategóriába, mert ugye a kobrát felrakják 28-ra, azt teljesen megértem, a kobra egy nagyon frusztráló, idegesítő tank tud lenni, hogyha ellene kell játszani, mert 4 és fél másodperc alatt belé tud tárazni 2000-et, és nyilván a Wargame nem akarja, hogy annyira sok rohangáljon ebből a matchmakingbe, azt megért. Értem, de hogy, hogy KPZ-ből miért, miért, nem akarják, hogy rohangáljon, meg a Lorraine az mit keresi itt a 20-as kategóriába, az fogalán sincs. A Wargaming így rendszerezte őket, és akkor ez így lesz. Season, pass tier 4 5 így van, tehát hogy a következő szezontól már 4-es és 5-ös tankokkal is lehet húzni a Battle Pass pontot, hogyha valaki jobban szereti az alacsony szintű matchmakinget. Meg kérdést sokat is tudtok venni. Egyébként srácok, ugye azt számolgattam itt a, a, a Twitchen, hogy majd ugye, mely, tehát, hogy ugye 12 tokent lehet kiszedni a, a, az alapszakaszsal, tehát hogyha valaki nem vásárol Improved pass meg ugye elvileg 9 még az extra token, hogyha megvásároljátok az Improved pass ami ugye kijön uh, 21-re. Tehát az első szezonban maximum, a, T a TT 130-at tudjátok megvenni. Viszont, hogyha megvesztek a TT 130-at az első szezonba amúgy a márciusban indul, akkor nem lesz tokenetek. A következő szezonban a TS 60-asra, tehát arra meg kell várni az utolsó szezont, ami az év vége fele lesz, Úgyhogy itt majd érdekesen lehet elosztogatni a tokeneket, és majd nyilván a videó alapján majd, mond, majd, igyekszem nektek mondani, hogy szerintem melyik tankra érdemes ugye gyűjteni inkább a tokent, hogy használjátok el a TT-130-ra, vagy pedig a TS-60-asra. That's all for now. Thanks for staying with us. Na hát srácok, ennyi volt, amit itt megosztottak velünk. azért kaptunk is infót, de közben meg nem kaptunk annyira pontos információkat, tehát így, 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 próbál, tehát így a Wargaming így kicsit közelebb hozott minket a valósághoz. Aztán hát figyeltek, nekem az a terv, hogy mindig, amikor jön majd valami újdonság, akkor nyilván azt megnézzük, nyilván megnézzük majd az Eskong nerfet, nyilván megnézzük a többi tagnak a buffolását, az érdekes lehet, legénységi rendszerváltoztatás, meg minden ilyesmit srácok. Úgyhogy igyekszem visszajönni a a viszonylag napi videókhoz, igyekszem ezt megtartani, úgyhogy ha tetszett a videó, ne felejtsetek el dobni rá egy lájkot, like kommentben kommentbe, hogy írtam meg, amit kérdeztem tőletek, vagy nem írtam, hanem kommentbe, amit mondtam, azt mindenképpen írjátok le, illetve amit kérdeztem tőletek, arra nyugodtan válaszoljatok, és ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, a Twitch csatornámra csatlakozzatok, a Discord szerveremre csatlakozzatok, és akkor találkozunk a következő videóba, vagy pedig a streamen. Elköszöntem, szevasztok!